Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban fókuszba kerül a farsang. Megnézzük, hogy mi az ünnepkör háttere, és megnézzük azt is, hogy hogyan készül a jó felsővárosi fánk. Tartsanak velünk! Javában tart a farsangi időszak, amelynek kapcsán Váci Márkkal történésszel beszélgetünk stúdiónkban. Köszöntelek! Hova is vezethető vissza a farsang eredete, illetve mettől meddig tart ez pontosan? Ugye január 6-a a vízkereszt napja az, ami tulajdonképpen a karácsony időszakát lezárja, és egyben megnyitja a farsangi időszakot, és ez tart egészen ugye húshagyók eddig. Ugye a következő nap a hamvazó szerda, a nagybajti időszaknak a kezdete, ugye ez a húsvétot megelőző 40 napos időszak igazából, ez pedig már egy bűnbánati időszak. Tehát a farsang az ugye egyrészt télűző népszokásokról szól, télűző szokásokról, illetve a vidámságról, a féktelen jókedvről, lehet azt is mondani akár, hogy mértéktelen evésről, ivásról, de nyilván erről azért kevésbé. Tehát azért a mértéket mindig is megtartották, meg megtartják ma is. De tulajdonképpen arról van szó, hogy hangosan, vidámsággal próbálják megerőzni a teret. Egyébként számos szokás is kötődik ehhez a naphoz, tehát például számos jóslat, gondolok itt a vince napjára, amin már túl vagyunk. Milyen napok vannak egyébként még emellett? Hát a vince napját azért említsük meg mindenképpen, ugye ez egy időjárás jóslónap elsősorban. Ma már azért többnyire ezek az időjárás jóslások nem működnek, ugye teljesen más a klíma, bár azért azt el kell mondani, régebben sem mindig váltak be ezek a jóslatok, de általános népi megfigyeléseken alapulnak, ugye ha fénylik vince, megtelik a pince, tehát ha csikorgó hideg van, fúj a szél, vacog az embernek a foga, hogy kimegy az utcára, akkor valószínűleg jó lesz a termés, hiszen ugye a fagyos időszak elmúltával beköszönt a jó idő, és ugye minél több lesz a szőlő, a bor, és hát a gyümölcs, amit ugye szintén a pincékben tároltak, tehát ez kötődik hozzá. Ugye Székesfehérvárnak egy nagyon fontos napja, a Fábián Sebestyén nap, amit ugye Szent Sebestyén napjaként ismerünk, ugye a két segítő szent a sok közül, ők a pestis szentek közé sorolhatók, ugye a barokk időszakban voltak nagyon népszerűek, amikor hozzájuk imádkoztak, és ugye különböző pestis oszlopokat, Szentháromság emlékműveket ugye többek között az ő tiszteletükre is állították, de ugyanígy Szent Rókus is például ugye ebbe a csoportban segítő szentek közé tartozik. Ugye Szent Sebestyénnek dedikálták a felsővárosi templomot, mint egy segítő szentnek, hiszen az ő napjához kapcsolódik Székesfehérvárnak az egyik fontos fogadalmi ünnepe. Ugye a pestistől való megmenekülés örömeképpen, ugye Székesfehérvárnak a lakossága fogadalmat tett, hogy ezen a napon nagy ünnepi szentmisét tartanak, szeretett vendégséggel, így kapcsolódik hozzá például a fánk sütésnek a szokása, ami felsővárosban egyébként is egy fontos hagyomány, de hát tulajdonképpen a farsangot meghatározza, hiszen a fánk ez a kör alakú sütemény, ami ugye kelt tésztából készül, olajban sül, alapvetően gyorsan kész van, ugye a keresztési időt leszámítva, és hát ugye a teljességet, az újjászületést szimbolizálja ezzel a kerekdett formájával. Akár gondolunk itt az úgynevezett amerikai típusú, ugye középen lyukas fánkra, vagy a berlini típusúra, erre a kis berlinerre, mindenképpen ugye ez a kerekdett forma azért még hozzátesz a jelentésében annyit, hogy a termékenységhez is ugye sok köze van, a születés, az újjászületés, a megújulásnak az időszaka, amúgy is ez a farsangi időszak, amit aztán ugye a húsvétban megint csak ugye a kikelet ünnepe követ igazából, ami szintén az újjászületésről szól, tehát gyakorlatilag a nagybőti időszakot keretezi a farsangnak és a húsvétnak az időszaka. Ha már itt beszéltünk a fánkról, akkor fontos megemlíteni, hogy ilyenkor sok helyen torkoskodnak, hogy így mondjam, a torkos csütörtök elég elterjedt manapság, hogy ennek ez hova vezethető vissza? Ez egy érdekes dolog egyébként, mert alapvetően ez már a nagybőti időszakhoz kapcsolódik, hiszen ugye a húshagyókeddet említettem, mint olyat, ugye ez a farsangi népszokásoknak a lezáró napja, az utolsó napja, ugye a farsang farkának is a legeslegvége. Ugye a farsang farka az általában az utolsó hét, farsang vasárnap kezdődik például a mohácsi busójárás, ami ugye keddig tart, húshagyókeddi népszokás, ugye a mohai tikverőzés, ez konkrétan ezen a napon kerül megrendezésre, és ugye másnap már kezdődik a nagybőti időszak. A torkos csütörtök az pedig pont a hamvazó szerda utáni nap, tehát azért ott még van egy ilyen
ha nagyon trendik akarunk lenni, ugye manapság ezeket a diétában csalónapoknak nevezik, de igazából ez is népi eredetű, tehát azért meglehetősen hosszú időre nyúlik vissza. A paraszti kultúrában ezt torkos csütörtöknek nevezték egyrészt, másrészt voltak olyan vidékei a Magyarországnak, ahol zabáló csütörtöknek nevezték, hiszen elvileg ugye megszabott volt akár a liturgiában is, és akár a szokásokban, hogy ugye húshagyó kedden minden állati eredetű élelmiszert el kell fogyasztani, húsokat, zsírokat. A görög katolikusoknál, vagy az ortodoxoknál van az úgynevezett vajhagyó vasárnap, ami egy sokkal szigorúbb bőti időszakot fed le egyébként is, bár náluk az adventi bőjt is azért jóval szigorúbb. Tehát ezeket az állati eredetű termékeket ugye el kell hagyni, és a bőjtben ezeket nem lehet fogyasztani. Ám ha mégis maradt valami, és nyilván azért törekedtek arra, hogy valami maradjon, akkor ezt még ezen a csütörtöki napon el lehetett fogyasztani. Ugye ennek azért van jelentősége, mert a farsangi időszakban András napjával, tehát november 30-ával, tehát már adventben ugye elkezdődtek a disznóvágások, ugye disznóölő Andrásnak is nevezik éppen ezért, és hát a farsangi időszakban ugye azért még zajlottak, főleg azért, hogy például a húsvéti sonkák ugye elkészüljenek, az oldalasok és minden egyéb, ugye a padláson tartósítva, eltárolva, és hát bizony ezekből is azért maradtak olyan termékek, amiket nem lehetett hosszú távon tartósítani, és el kellett még fogyasztani. Említetted itt a mohácsi búsoljárást, illetve a mohai tíkverőzést. Hogyan is néz ki egy ilyen nap? Tehát hogyan is kell ezt elképzelni? Miből áll? Azért említettem ezeket, mert én úgy gondolom, hogy ugye egyrészt országos szempontból a mohácsi búsoljárás kiemelkedő, másrészt, ha már Fejér megyében, Fehérváron vagyunk, akkor ugye mohát mindenképpen ki kell emelnünk. Főleg ugye azért is, mert most van a Pesovár életmű kiállítása Szent István Király Múzeumban. De akkor először a búsoljárásról, hiszen az egy kicsit korábbi eredetű. Ugye a 18. századból származik az első írásos feljegyzés, tehát a török utáni időkből, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy a délszláv eredetű sokacok, ugye Boszniából, mai Horvátország területéről, illetve Szerbia területéről származó elsősorban katolikus népesség tömegnek a szokása volt ez valamikor, és aztán innen vették át igazából. Tehát a Mohácson élő sokacok, akik a török uralom alatt ugye ezen a területen megtelepedtek, alakították ki ezt a szokást. Ami ugye azt jelenti, hogy a nők a saját népviseletükbe, meglehetősen színes népviseletükbe beöltözve járják ugye az utcákat, és hát megjelennek a férfiak, ugye a hagyományos szokás szerint elsősorban 14-20 éves fiúk, de hát ma már azért inkább az idősebb korosztály műveli ezt, és bevonják természetesen a fiatalabbakat is. Ugye hagyományosan fából faragott, ijesztőre pingált maszkokban. Ez nagyon fontos, hogy ezt ma is elsősorban helyi mesterek készítik egyébként, tehát kézműves termék, illetve birka bőrbe bújva. És ugye ennek is van egy legendája, ami szerint ez a török időkből ered, amikor a mohácsiak ugye a kis mohács, tehát a mohácsi szigetre menekültek, ugye a Duna túlsó partjára, megerégelték egy idő után azt, hogy ők ugye ott kénytelenek bujkálni, és ezért egy éjszaka előrontottak, áteveztek csónakokon, kis lélekvesztőkön a városba, és hát megijesztették a törököket. Ugye egyrészt ilyen ijesztő állarcokat húztak magukra, másrészt pedig ugye báránybőrbe, tehát szőrökbe, bundákba bújtak, és hát a legenda szerint így űzték ki Mohácsról a törököket. Ugye ez a népi eredeztetése igazából a történetnek valójában arról szól, hogy ugye a környéken élő és ide betelepült sokacok hozták magukkal ezt a télűző népszokást, hiszen ma is alapvetően ugye nem a török kiűzéséről emlékeznek meg Mohácson, ezen a Poklade nevű rendezvénysorozaton, ami ugye a karneválnak a horvát elnevezéséből ered, hanem kifejezetten télűző népszokás, hiszen a húshagyó kednek ugye az a fénypontja, hogy a Kólótéren, ugye Mohácsnak a központi terén meggyújtják a telet jelképező koporsót egy hatalmas nagy mágián, és ugye ezt a koporsót aztán szépen a Dunán leúsztatják, és ehhez is kapcsolódik egy szokás, hogy ugye minél tovább úszik a Dunán, tehát minél később sodródik ugye a szigetnek a partjaihoz, annál jobb termés és annál jobb idő várható. Emellett egyébként ma már szokás bálokat is tartani, illetve az iskolákban jellemzőek ezek a farsangolások. Ennek mi az eredete? Hogyan nézett ez ki régen? Hát ez is gyakorlatilag arról szól, hogyha mondjuk Fehérvárt nézzük,
akkor ugye ennek van egyrészt egy paraszti eredetű vonulata, illetve van egy polgári vonulata is természetesen, hiszen például a paraszti népesség körében is szokás volt mondjuk a beöltözés. Ugye ezeket nevezzük maszkos alakoskodásnak, alakoskodó népszokásoknak, például ugye a mohai tikverőzés is egy ilyen, és ugye ehhez kapcsolódnak különböző táncmulatságok. Akár gondolhatunk a szüreti bálokra, hiszen ezek is hasonlók, ugye felvonulással indul igazából az egész, és aztán egy bálba, egy vidám táncos mulatságba torkolik, ami tulajdonképpen arról szól, hogy azt a maradék élelmet, italt, ételt, ami még ugye van, azt szépen a bálon el lehet fogyasztani, ekkor még lehet hangosan, vidáman mulatozni, és aztán éjfélkor ez gyakorlatilag megszakad. Ugye a mohai tikverőzésnek egy nagyon fontos mozzanata az, hogy egyrészt ugye rengeteg fánkot sütnek a helyi asszonyok, ez azért egy elég jó közösségteremtő alkalom, meg azért összehozza tényleg elég rendesen a közösséget, hiszen be kell gyúrni ezt a tésztát, annak meg kell kelnie, ki kell sütni, ki kell osztani ugye a tikverőzők között. Másrészt a tikverőzők tojást gyűjtenek ugye elsősorban, hiszen a tyúkoknak a fenekét verik meg ugye jelképesen, hogy minél termékenyebbek legyenek, illetve hogy minél jobb legyen a termés. És ebből az összegyűjtött tojásból ugye egy hatalmas nagy rántottát készítenek, amit aztán a tikverőzők ezen a bálon közösen elfogyasztanak. Ugye éjfélig kellene megtörténnie, hiszen elkezdődik a hanvazó szerda és a nagybőjti időszak. A paraszti bálok azok gyakorlatilag ugyanerről szólnak, ott van például a bőgő temetésnek a szokása, ami Fehérváron is egyébként jellemző volt, akár a Felsővárosban, akár a Palotavárosban, ugye a Rácváros környékén, ami arról szólt, hogy volt egy nagy vidám zenés mulatság, volt, hogy a Magyar Királyban rendezték meg, volt, hogy a Fekete Sasban, de egyébként még a 80-as években is például az Ősfehérvárban vagy az Alba régiában voltak ilyen bálok, amikor is ugye az volt a lényeg, hogy ezt a vidám mulatozást megszakítja a nagybőjt ideje, meg egyáltalán a csendesség, az elmélyülés, és egy bőgőt jelképesen felravataloznak, ugye, ami azért a vidámságnak, a jókedvnek a hangszere, és eltemetik nagy gyászpompával, gyászbeszédek közepette, szomorkodnak körülötte, mint ahogy ugye a telet koporsóba zárják Mohácson, és hát kezdetét veszi ugye természetesen a csendes időszak. De ugyanígy lehet említeni a cselédbálokat. Ugye manapság nagy divatja van az úgynevezett morzsapartiknak, vagy batyubáloknak. Ezek gyakorlatilag arról szóltak, hogy ki mit vitt magával, ugye azt el tudta fogyasztani. De egyébként a fehérvári nemesség köréből is ismerünk ilyet, még a 20. század elejéről is, a 20-as, 30-as évekből, amikor nem nagy, hatalmas, megterített asztal vagy svéd asztal várta mondjuk a vendégeket, hanem mindenki otthonról vitte magával az ételt. Bárhogy, hát ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy a cselédek elsősorban maguk készítették, meg a szakácsnők, ugye az urak, úrasszonyok meg nyilván azt vitték magukkal, amit a cselédek, szakácsnők készítettek otthon. És még akkor bőven van idő arra, hogy ezeket a bálokat megtartsák, és tényleg érdemes ezeken részt venni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, várunk vissza legközelebb is. Köszönöm én is, hogy itt lehettem. Ha már farsang, akkor nem hiányozhatnak ilyenkor a megszokott finomságok sem. Elmentünk Ica nénihez, aki megmutatta nekünk, hogy hogyan készül az igazi felsővárosi szalagos fánk. Köztudott, hogy a felsővárosiak mindig is ismertek voltak a fánkjukról. Egy itt élő hölgy látott minket vendégül otthonában, hogy megmutassa, hogy is készül az igazi felsővárosi szalagos fánk. Most a megkelt fánkot kiszaggatjuk. Ezt úgy mondta régen az anyukám, hogy kicsináljuk a tésztát. Ez egy ilyen felsővárosi kifejezés. Lisztezett deszkán kicsit majd kisodrom. Utána kiszaggatom. Milyen vastagságúra kell? Körülbelül 1 centi vastagra. Mert amikor félreteszem, még egy kicsit kell,
és úgy nyeri el a végső formát. Félreteszem, de viszont ezt azonnal takarni kell, mert fázik. És nem lesz alagos. Tehát ha nincs betakarva a tészta, nem lesz alagos a fánk. Úgyhogy ezért kell rögtön takarni, ő nagyon fázos sütemény. És akkor, ha ez megvan, akkor majd még egy 10 percet, amíg az olaj megmelegszik, akkor még egy kicsit addig kell, és akkor lehet sütni. Követően el lehet kezdeni kisütni őket. Ica néni elmondta, hogy nem mindegy, hogy a fánkok melyik oldala kerül felülre és alulra, ugyanis ettől lesznek szép szalagosak. De még van más titok is. Ő neki most már azért szép szalagjai vannak. Minél többet pihen, így annál szebb lesz. Ahhoz, hogy lekvár kerülhessen a közepébe, lyukat kell szúrni a közepébe. A farsangi csemegék hamar elkészülnek, mindez az olaj forróságától függ. Kicsit megsültek megint, úgyhogy nem szabad eddig hagyni, mert van, aki nagyon megsüti, de nem tudom, nem olyan jó akkor. Fene tudja. Olyan kis, nem rózsaszín, de közepes legyen, és akkor jó. Az itt elkészült fánkok körülbelül 40 év tapasztalattal készültek, a háttérben pedig Judit néni éppen még tevékenykedik. A fánk tökéletes receptjét árulta most el nekünk. Egy kiló liszt, 3 kanál cukor, kristálycukor, 8 deka élesztő, 2 csipet só, tejszín fél deci, rum fél deci, és annyi tej, amennyit ez felvesz. És azért azt fontos elmondani, hogy ezeket nem lehet helyettesíteni. Nem. A rumot nem kell helyettesíteni rumaromával, tehát a tejszínt az tejszín legyen, jó minőségű, nem főző tejszín. Tehát ezeknél nem lehet helyettesíteni mással, mert nem lesz ilyen. És ezeket a hozzávalókat csak simán összekeverjük, vagy van ennek valami? Nem, ki kell dagasztani. Jól ki kell dagasztani. Ez régen másfél óra volt. Ezzel a földhözvágással ezzel lerövidül 40 percre. 35-40 perc. Ezt a receptet mi magunk is könnyen elkészíthetjük otthon, ha pedig nincs ennyi időnk, sütetünk ilyenkor szintén hagyományos csörögefánkot is, amiről Ica néni elárulta, körülbelül 10 perc alatt megvan. Ugyanis csak a hozzávalókat kell összegyúrni, és mehet is a forró olajba, nem kell kereszteni, mint ahogy szalagos verzióját.
Hegyi Ferencné nem csak a fánk sütése rejtelmeibe avatott be minket, ő maga is részt vett a Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub fánk versenyének zsűrizésében is. Mellette pedig Rózsa József és Nagy Mária értékelte az elkészült finomságokat. Nem volt egyszerű a dolguk az értékelésnél, sokféle ízesítés közül kellett kiválasztaniuk a legjobbat. Volt köztük hagyományos szalagos és csöröge fánk is, illetve férfias, farsangi sós és csípős sajtos, mogyorós fánkot is készítettek a versenyzők. A Felsővárosi Nyugdíjas Klub egyik tagja elárulta azt is, mi a győztes sütés titka. A szeretet, hogy úgy készítettem, hogy én nekem lelkem benne van, mert én szeretek sütni, igazándiból azok az emberek tudnak jól főzni és sütni, akik ezt szeretik, akik ezt élvezik, és valami jót adhatnak a másikkal, másik embernek. Ennyi az egész. Nagy Mária elmondta azt is, hogy milyen hagyománya is van a fánksütésnek a klub életében. Ennek a fánksütésnek ugye előzményei vannak, a 19. században már Magyarországon jegyezték a fánksütést, ugyanekkor Franciaországban és Németországban is kedvelt sütemény volt. Mária Antonett egy farsangi bárról megszökve egy utcai mézesáru skolástól vásárolta meg először ezt a fánkot, és onnantól kezdve a kedvenc eledele volt. Most mi ezt a hagyományt próbáljuk megőrizni és tovább folytatni. A fánkverseny sok más egyéb rendezvény mellett már régóta hagyomány a nyugdíjasok körében. A mindig nagy népszerűségnek örvendő eseményre idén is finomabbnál finomabb fánkokat készítettek a résztvevők. Évek óta is nagyon szépen összejönnek a fánkok, hozzák a nyugdíjasok, és élvezik ezt a kis fánkversenyt. Hát ugye tudjuk a hagyományát, már előttem a zsűri tagunk is beszélt róla. Hát mi ezt szeretnénk, ha továbbra is tudnánk fenntartani ezt a fánk versenyt, mert ez ösztönzi őket, azért egy kicsit a nevünkben is benn van, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, és hát ez kell azért egy kis ösztönzés a nyugdíjasoknak is. A klub vezetője szerint nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló közösségi programokra. Az előző éves tapasztalatok is ugyanúgy, mint ahogy az Anna bál, meg a nőnapi bál, az is lesz majd, úgyhogy ezek mind bejöttek, és nagyon szeretik a nyugdíjasaink, és ezért tudjuk őket tartani. Azt azért el kell, hogy mondjam, hogy az egyik legnagyobb klub vagyunk a városban, mert azért közelítettük az 50 főt. A verseny népszerűségét mutatja a nevezések száma is. Egy-egy ilyen versenyre, mint itt mögöttem is látható, hát olyan 20 körül próbálkoztunk, hogy, de még ugye jöhetnek még, hát most azt hiszem, hogy a 12-nél járunk, úgyhogy azért szép az, hogy 12 ember megmutatja, hogy hogy tud sütni, mit tud sütni, és nem beszélve arról, hogy két fiunk is van, aki sütött fánkot. A harmadik helyezett egy tábla csokoládét, a második egy desszertcsomagot, a nyertes pedig szintén egy bomboncsomagot vehetett át, valamint őt illette meg a kézzel készített ezüst korona is. A Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub eseményei tovább folytatódnak majd. Megszervezik a nőnapi bált, az anyák napját, valamint a szintén hagyományos Anna bált is júliusban. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!